itt körbe megreped, illetve látszik itt oldalt, hogy nagyon csúnya repedés van rajta. Már... Illés Attila növényorvos éppen azt mutatja, hogy a megreped cseresznye előbb felpuhul, majd a repedésben könnyen kialakulhat a gombás fertőzés. Ennek legfőbb oka, hogy a pangó víz nem tud kiszáradni a gyümölcs és a kocsány találkozásánál. Ez pedig a termés romlásához vezet. Az érő, illetve fél érett állapotban lévő cseresznye megyek szempontjából nem kedvező ez az időjárás. Ez azt jelenti, hogy a megrepet cseresznye, illetve megy repedésein a gombák megtelepednek, és a magas, most már magasabb hőmérséklet, illetve a folyamatos levélnedvesség miatt ezek a gombafertőzések folyamatosan ott vannak, védekeznünk kell ezek ellen. Az almás termésűekben szintén problémát okozhat olyan szempontból, hogy a varasodás szintén a kedvező meleg, illetve a folyamatos lehűnedvesség miatt folyamatosan fertőz, ugyanúgy a liszhamat esetében is. A tavaszi fagykárokkal együtt a megyében helyenként néhol 30%-os terméskieséssel is számolnak a gazdák. Ennek ellenére a felvásárló járok egyelőre alacsonyak, még a jó minőségű cseresznyét sem akarják megfizetni a felvásárlók. A piaci helyzet alakulásáról Ványi Gáborral beszélgetünk a júniusi mintagazdában van olyan kereskedő, aki azt mondja, hogy egész júniusban nagyon szívesen elhordaná. Hát van egy örök dilemma ugye a kereskedő meg a termelő között, a, keres, a kereskedőnek sok az ár, a termelőnek meg, termelő meg kevés az ár, amit kap. Míg a nyíregyházi piacon akár 700 forintot is kérnek a termelők egy kiló gyümölcsért, addig háznál, a szedle magad kezdeményezés keretében ennek a töredékért is beszerezhető a cseresznye. Ez milyen árkülönbséget jelent mondjuk egy piaci cseresznyéhez képest, az amit te kínálsz? Hát harmadon, harmadáron. Tehát harmadáron. egy 200 forint körül? Igen, igen, most hallottam pont a buzatérre, hogy 700 forintban van egy kiló cseresznye, és én például 200 forint, 250 forint körül. A szerde magad mozgalommal és a cseresznyés kertek állapotával a júniusi mintagazdában részletesebben foglalkozunk.